Június 6-án csütörtökön 10 óra táján itt vagyunk a Szőnyi szakaszon, a Bocskató mögötti vasúti átjárónál. Itt találkoznak éppen ebben a pillanatban egymással egyébként azok a szakemberek, akik irányítják a feladatokat. A háttérben a Duna, látszik, hogy milyen magas, illetve alattam a lábam alatt már az a szint, azon a szinten állnak a homokzsákok, amik maximálisnak mondhatóak. Tehát itt a Bocskatónál ez az 1 méter fölötti magasság az, ami tartja majd a vizet. Háttérben a honvédség katonái erősítik még továbbra is ezt a védvonalat. Szőnyben csütörtökön délelőtt a Bocskató mögötti területen már több mint 1 méter magas volt a nyulgát. Molnár András vízügyi szakember szerint az árhullám tetőzését megelőzően a teljes szakasz megerősítésével végeznek a katonák. Csütörtök délelőtt 10 óra táján 720 cm volt a vízállás. Ehhez várunk még az előrejelzések szerint 1 méter 20 centis vizet. Azzal várjuk a tetőzést. Eddig az árhullám elején, mivel nagy csapadékból alakult ki, egy hirtelen intenzív áradással indultunk. A áradás mértéke folyamatosan csökkent, szóval naponta egyre kevesebbet emelkedik a vízszint. Most már ilyen napi 50 cm, 30 cm, amit várunk, és szombat éjjel várjuk azt, hogy betetőzzön a folyó itt Komárom térségébe. A június 6-ai előrejelzések szerint 820 és 840 cm között várjuk a tetőzést. Lassú, elhúzódó tetőzésre számítunk, lehet, hogy egy napig is 800 cm fölött leszünk, utána egy lassú apadás, után ismételten elkezd intenzívebben apadni. Ez a hétfő-keddi napokban várható. Az előrejelzésben azonban mindig vannak bizonytalanságok. Ezek a korábbi árvizek tapasztalatából vannak kiszámolva, illetve a jelenlegi mederlefolyási viszonyokból. Mivel nem lehet centipontosan megmondani, a tartományt, a becslési tartományt lehet szűkíteni, ahogy egyre közelebb van az árhullám tetőzése, illetve a Duna felsőbb szakaszán lévő víztározóknak a működése is befolyásolni tudja ezt a előrejelzett vízállást, illetve a kialakult vízállást. Munkatársai hány fővel vannak jelen a védekezésben, illetve a munkálatokban? A munkálatokban a saját dolgozó, vízügyes dolgozó 40-50 fővel van, ők a műszaki irányítást adják. A honvédség adja az erőnek a lényegét, a homokzsák beépítést. Ők jelenleg egy olyan 300 fővel vannak itt a védvonalon, emellett nagy mennyiségű közerő Komáromba, Almásfüzítőn, Neszmélyen és Duna Almáson is segíti a védekezést. Az ő számuk folyamatosan változó, de egy 5 és 800 fő közé tehető. A védekezést ezzel a létszámmal, amivel úgymond az előrejelzések ismeretében időben el tudtuk kezdeni a védvonal építését, úgymond a tetőzés előtt be tudjuk fejezni. Most is éppen a homokzsákokon állunk, most mekkora az alattunk lévő homokzsáknak a magassága? Hát a magassága a homokzsáksornak 1 méter körül van, ebbe van 40 cm-es biztonság. Itt már ki van építve, folyamatosan haladnak a kollégák, és a holnapi nap elejére legkésőbb, úgymond be fogjuk fejezni azt a kiépítési szintet, hogy a megfelelő biztonság mindenhol a rendelkezésre álljon. A homokzsáksor magassága az változó, úgymond a 40 centitől van, ahol csak 40 centit kell rajta, az 1 méter 20, 1 méter 30 centig. Ahol ilyen nagyon magas homokzsásort kell építenünk, ott megtámasztjuk, hogy nehogy valami egyéb probléma is legyen belőle. A szőnyi vasútállomás környékén bámészkodó szőnyiek nyugtatgatták egymást, látván a felkészültséget. Itt is a honvédelem katonái építették ki a nyulgátat. A szőnyi szakaszról, a Bocskató mögötti területről átérkeztünk ide Komáromba, a Rákóczi rakpartra. Ezt az utat teljesen lezárták a forgalomtól. Itt a Rákóczi rakparton még mindig tartanak a munkálatok, még mindig töltik a homokzsákokat az intézményi dolgozók, illetve az önkéntesek. Itt a Rákóczi rakparton nyújtott tájékoztatás dr. Molnár Attila polgármester és Molnárné dr. Tár Izabella, a Védelmi Bizottság elnöke. Tegnap esti órákban kellett ezt eldöntenünk, hogy így már nem lehetett közlekedni, és pont a homokszállító és a zsákszállító teherautóknak az érkezését is, a vagyonbiztonságot is veszélyeztette már az a töménytelen mennyiségű autó és személy, aki itt volt kint, és így most igyekeztünk arra, hogy tényleg a minimális létszámra lecsökkentsük, és ide csak engedéllyel rendelkező gépjárművek tudnak bejönni, és azok, akik bejelentkeztek védekezésre. Csütörtökön még mindig mintegy 100 önkéntes dolgozott itt napközben. Azon felül, hogy a gazdasági társaságok, nagyobb vállalkozók,
az alkalmazottaikat is felajánlva, és maguk az emberek is ezt önként vállalva megjelennek itt rendszeresen, tervezni tudjuk a jelenlétet. Természetesen vannak dömpingek, ahol az önkéntesek, akik ugye nem jelentkeznek be, és megérkeznek ide ezekre a depókra, őket is nagy tisztelettel és köszönettel fogadjuk, és ennek megfelelően történik a homokzsákok elkészítése. Budapestről tegnap megérkeztek a pótvagonok, így könnyebben eljutnak a homokzsákok az építkezés helyszínére. Szőnynél, a kórházzal szembeni védekezési ponton már ma reggel 8,80-ra, tehát 8,80 m magas már a ideiglenes gát kiépítése, három homokzsák szélességben. Ezt a magasságot, ezt a szintezési magasságot aztán teljes védvonal hosszába fel kell építeni. Mai nap folyamán történik itt a csillagerőddel, a csillaglakóteleppel szemben a kiépített régi kőgát folytatása és összekötése, amit említettem, a már megépített és kiépített védvonallal. A védekezés ugyanitt és a homokzsákok töltése már három depón történik. Mai nap reggel 6 órától még egy depót megnyitottunk, ott katonák végzik a töltési munkákat, oda nem kérnek segítséget, mert ők ezt teljes ellátásban biztosítják. Az ellátás az pedig továbbra is itt történik Komáromban, amit az előbb említettem, depón és almásfűzítőn. Az önkéntesek teljes ellátásáról igyekszik gondoskodni a város meleg és hideg étellel, kávéval, ivóvízzel. Szerda este több komáromi postaládájába eljutott az a Cunyiné dr. Bertala Judit kormánymegbízott nevével ellátott levél, mely az evakuálás lehetőségére készíti fel a komáromi lakosságot. A szórólap csupán egy előzetes intézkedés, magyarázta a Védelmi Bizottság elnöke. Fel kell készíteni az embereket arra, hogyha esetleg egy nem várt esemény történik, akkor ott mi a teendő és mit kell tenni, hogy véletlenül sem alakuljon ki pánik hangulat, hanem pontosan tudja mindenki, hogy mit kell tenni, cselekedni, hogy ne történjen semmi baj. Itt is szeretném megragadni az alkalmat, hogy ez a felhívás, úgy ahogy elhangzott, ez egy tájékoztató felkészítés arra az esetre, ha valami történne. Dr. Molnár Attila a miniszterelnök csütörtökön megtartott és a budapesti rendkívüli sajtótájékoztatóján elhangzottakra reflektált. Szombat éjfél és vasárnap hajnalban várható a tetőzés. Soha nem látott történelmi magasságú vízzel, amit a Komáromnál soha nem mértek, a Dunánál 8-30-as vízállása. Tehát látható, hogy azon a részen, ahol, és hogy teljesen a Szőnyi városrészről van szó, ugye nem a Komárom, itt a vasútállomásnál, ahol állunk, mert itt 10-11 méterig tudja fogni a gátrendszer a vizet, hanem arról a részről van szó, ahol már ideiglenes védművet kell építeni. Ennek a védműnek a felépítéséhez 300 ezer homokzsákra van szükség. Én szeretném megnyugtatni a lakosokat, hogy ez a védmű 8-68-80-as magasságig tudja biztosítani a védelmet, és ha kell, akkor természetesen addig fogják magasítani a szakemberek, és fogunk mi is dolgozni az itt látható területeken, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát. De én is szeretném elmondani azt, amit a miniszterelnök úr is elmondott, hogy látható, hogy olyan árvíz jön felénk, amelyet még soha nem tapasztaltunk meg, amelyre soha nem tudtunk felkészülni, és soha nem tudjuk, hogy mit tart a számunkra. Éppen ezért én is arra kérek mindenkit, hogy a legrosszabb esetre is készüljünk föl. Tehát, hogyha ne adj Isten, az a helyzet áll elő, hogy a kitelepítést a Védelmi Bizottságnak el kell rendelnie, mert nincs más választása, akkor arra kérek mindenkit, hogy erre az esetre is készüljön föl, nézze meg, mik azok a személyes olyan holmiai, amit szeretne magával vinni, mik azok az értéktárgyak, amelyeket szeretne akár a padlásra, akár magasabb részre biztonságba helyezni, mert előfordulhat, hogy a legrosszabb döntést is meg kell hoznunk, de szeretném még egyszer leszögezni, hogy a jelenlegi helyzetben a 8.30-as vízállásnál a mederben fogjuk tudni tartani a folyót Komárom egész szakaszán. A kitelepítési terv készen áll. Az is egy új információ ebben a dologban egyébként, hogy idáig új a kitelepítési terv azzal számolt, hogy a környező települések lesznek a befogadó helyek, Nagyigmánd, Kisbér, Tata egy részben, és a Ács és a környező települések. Az ipari park cégeinek a vezetőivel én felvettem ma reggel a kapcsolatot, és ennek köszönhetően a komáromi lakosok nagy része elhelyezhető lesz az ipari parkban, illetve a monostori városrészben, mert a monostori városrész az ipari parkot, mivel ők magasabb fekvésűek, nem fogja érinteni majd
ez az árhullám, így mindenképpen, ha ne adj Isten, a legrosszabb esettel kell számolnunk, akkor is meg fogjuk tudni oldani a lakosságnak nem csak az elhelyezését, hanem az ellátását is. A készenléti állapot még tart, minden óvintézkedést megtesznek az illetékes szervek, hogy városunkban ne legyen nagyobb probléma. Ne csak feltételezésekbe bocsátkozzunk, éppen ezért a katasztrófa védelem a földmérők segítségével ezekben az órákban végzi azt a GPS koordinátás bemérést, amely a 840-es vízállásra, vagy a 830, inkább 840-esre, mindig legyünk egy kicsit pesszimistábbak, és számítsunk a legrosszabbra. 840-es vízállásra próbálják modellezni azt, hogy meddig terülhet el a Duna. Ez körülbelül egyébként a városnak az a szakasza, hogy a körforgalom az, ami talán a választóvonal lehet, attól lejjebb egy picit már a kis templom irányáig, a jelzések szerint bejöhet a víz, tehát ezért mondták ezt a 11,5 ezer számot, amit érinthet. De mondom, ezek nem győzöm hangsúlyozni, amikor erről beszélünk, hogy ezek egyelőre feltételezések, és egyelőre csak az elővigyázatossági lépések, mert minden rendelkezésünkre álló információ azt támasztja alá, hogy a folyó a mederben lesz tartható. A polgármester azt kéri a lakosoktól, hogy folyamatosan figyeljék a helyi híradásokat is. Mert minden rendelkezésre álló információt igyekszünk azonnal megosztani a komáromiakkal, és én szeretnék még egyszer megnyugtatni mindenkit, hogy a jelenlegi információink szerint a mederben fogjuk tartani a folyót. Ettől függetlenül kérek mindenkit, hogy készüljön arra, hogyha ne adj Isten, a legrosszabb intézkedést kell megtennünk, akkor erre is készen álljunk, és segítsenek minket abban a munkában is, hogyha ezt el kell rendelnünk, de még egyszer mondom, a szombati tetőzésnél, illetve a vasárnap hajnali órákban is urai leszünk a helyzetnek, és meg fogjuk fogni ezt a soha nem látott méretű vizet.